Üdvözlöm kedves barátaim, a Bhakti Yoga csoport tagok. Csak egy pár gondolat, egy versről Bhagavad Gita-ból, ugyanakkor az első fejezet és annak a második verséről gondoltam egy pár szót mondom nektek, ami Sanjaya beszél. Drishtvatu, úgy Sanjaya vacsa, Drishtvatu pandavánikám, Vyudam Duryodhanastada, Acharya pasangamyam, Raja vacsanam abravit. Sanjaya egy bölcs, aki meséli, ő egy bakta, Krishna tudatú hívő, vallásos ember, és ő fel van hatalmazva, és ő tud, mi fog történni, mi lesz a jövő. És itt a király előző versben kérdezte a Dhritarashtra, hogy most mi lesz a jövő, és akkor mondja a Sanjaya, kezd mesélni, nem rögtön a jövőt, de utalásokat adja. Például itt van az a rész, hogy megint vannak a vallástalan, büszke személyek, akik részt vesznek a csatatéren, akik tisztátlan úton, vagy becstelen úton szerezték a királyságot, irigység által, öncösség miatt, nem azért, mert mindenkinek jót akarnak, hanem saját maguknak akarnak csak jót élvezni, és ezek a kuruk, és ugyanakkor a pandavák, akiknek jár a királyság, mert ők becsületesek és vallásos emberek, és ezért ők igazán tudnak védeni a népet. És akkor itt mondja, mutatja a Sanjaya, hogy nagyon zavarodott a Duryodhan, aki képviseli ateistákat. És azt mondja, hogy Raja Vachanam Abravit. Azt mondja, hogy hát igazából Vyudam Duryodhan az csak tadá, a te fiad Duryodhanam oda jött a lelki tanítóhoz, a Acharya Upasangamya, és Raja Vachanam Abravit. Kettő dolgot mond Sanjaya. Az egyik látja, hogy a király Dhritarashtra, ő is egy szempontból elvárja, akarja jó vége legyen, a fiai kapjanak a királyságot, mert ő is annak a hívő, hogy legyen nem az oldalon, vagy hogy nem az Isten oldalon áll, hanem a fiának az oldalon. De ugyanakkor aggódik, és akkor a Sanjaya mondja neki, ne aggódjál, a király, a fiad a király, Rádzsa. De ő nem király, még nem volt koronázva a fia, hanem ő még csak király, fi, herceg. De egy kicsit így ezzel át bátorítja a öreg királyt, hogy itt van a te fiad, aki a király. Rádzsa vácsanám, mondta a szavakat, zavaradott. Amikor valaki próbál elérni valamit Isten nélkül, akkor mindig félni fog, aggódni, stresszelni, zavaradott lesz, és agresszív lesz. És mint pont ők nagyon agresszívak voltak. Számtalanszor akarták megölni saját testvéreit. De ugyanakkor, hogyha valaki Isten hívő, akkor ő mindig elégedett lesz. És Sanjaya itt most erre is először így bátorítja, mondja, a te fiad a király, de ugyanakkor mondja Raja Vajjanam, de zavarodott. Szóval mutatja, hogy nem lesz jó a vége. Értitek, amikor így próbáljunk óvatosan, amikor valaki elvárja tőlünk saját igazságot, akkor finoman fogunk adagolni, és akkor ezt is mondja itt Sanjaya, de a végén már egyenesen fog mondani, az utolsó versben azt mondja, Yatra Yogi Sura Krishna, Yatra Partha Danurdana, Yatra Sri Vijaya Bhutir,
Dhruvani Tirma, Tirma Mám. Itt azt mondja, hogy ahol van Krishna, Istenség legfelsőbb személyisége, minden misztikus, misztikának az a mestere, ahol vannak a szentek, mint Arjuna, a hívők, Isten hívők, bakták, tiszta bakták, ahol vannak ők, ott van a gazdagság, ezek, ami fenntartható, mi múltkor is beszéltünk, győzelem, rendkívüli erő és az erény. Szóval, ha valaki gyakorol bhakti jogát, akkor ezeket biztosítja magának. Ez automatikus, nem ezért kell csinálni, de ez, erre nem kell külön törekedni, az fog jönni automatikusan. Oké, röviden csak egy gondoltam. Köszönöm szépen, és kellemes ünnepeket kívánok, és ne felejtsetek énekelni Hare Krishna mantrát. Oké, köszönöm. Hare Krishna.